8 órakor még homályos a reggel, és homályosan bukdácsolnak álmos fejemben a másnap esélyei, és minden lehetősége. Azt álmodtam, hogy én már nem vagyok 16 éves, hanem sok év telik múlik, és sok zavaros és zagyva dolog jön. Egészen másképpen, mint ahogy én most elképzelem. Szóval úgy volt, hogy én már 27 éves vagyok, és ülök egy kávéházban, és nem jól éreztem magam. Pedig mostanában hogy szerettem volna 27 éves lenni? Szóval a kávéházban ültem, és úgy volt, hogy tényleg író lettem, ami lenni akartam. És már sok könyvem megjelent, és autogramot kértek tőlem. És képzeld, mégse éreztem jól magam. Nem furcsa? Szóval kiderült, hogy érettségi után nem olyan lesz, mint ahogy hittem, és amint ott ültem a kávéházban, esett az eső, és minden szomorú volt. Ekkor egyszerre eltűnődtem álmomban, és azt gondoltam, hogy ez mégiscsak lehetetlen, hogy én már 27 éves vagyok, és minden így megy, de hisz az lehetetlen, hiszen csak most feküdtem le. Mi van ma? Milyen marhaságot álmodtam. És most boldog vagyok, hogy csak álmodtam. De egy perc múlva már ugrom ki az ágyból, és bár még nem hiszem, hogy a gyalázat csak ugyan ki fog törni, a mosdó fölé hajolva nyitott szájjal várok. Államra nyálcsorog. Ehhez művészi ösztön kell. Körös körül egyenlő távolságban kenyérbe lekjönnek. Középre, mint valami dísztárgy, egy nagy darab szalonnahéj. Egyenlőre beteg vagyok. Semmi több. Vár ez nem valószínű, és ha az vagyok, talán nincs jugom hozzá, mint akárki másnak. Talán meg is halni. Tulajdonképpen, miért is él az ember? Lenni vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Mint ahogy Shakespeare mondja a Hamletben. Ismerni kell álomképeinket. Közel menni a dolgokhoz, amik rémítgetnek, szomorúságot okozzák. Jól megnézni őket közelről. Könnyen meg lehet, hogy elneveted magad, ha közelről látod, miből alakulnak ki ezek a kísértetek. Nem én vagyok bonyolult, hanem a dolog, amiről beszélek. Elhatároztam, hogy ezentúl fontosabb dolgaimat titkos írással írom. Minden betű helyett az ABC-ben az utána következő második betűt írom. O, C, D, G, F, C, E, K, B, V, O, C, O, H, K, B, K, M, C. Vagy esetleg fordítva írom a szavakat. Mat, pak, ló, ta, pap, tot, totmirov, ará, inél, ed, mátötlök le. Papától forintot kaptam, de elköltöttem Léniára. És egyszerre eszembe jutott az osztály, és hogy nekem még sok dolgom van. Meg kell csinálnom a mértani rajzot, át kell néznem a történelmet, és közben gondolni kell a jövőre, ami nagyszerű és csodálatos lesz. El hazánk ő nehemzehedéke, itt a pálya, itt a tér, itt a tér. Te szamár, hát nem hiszel semmiben, ami szép és kedves? Aj, hát ez semmi. Ezek csak olyan ábrándok, megvalósíthatatlan kötképek. A rideg valóság nem az. A rideg valósághoz szívós elszántság és lélekjelenet kell. Ne ábrándozz, hanem cselekedj! Készült? Készültem. Ó, igen. Hogy ne készült volna. A halálra ítélt is elkészül. Felveszi az utolsó kenetet és lenyiratja a haját. Hát akkor írja. Másodfokú... Tanár úr, kérem, én készültem. Hát akkor halljuk. Másodfokú... Tanár úr, én... Ich bin Herr Karinti. Na, ez a hét is jól kezdődik. Bűnösnek érzem magam valamiért, valami elfelejtett bűnért, ami nem mentett, hogy nem akart eszembe jutni. Talán éppen ezért nem tudtam
az elejétől a végig panaszkodni vagy lázadozni végzetem ellen. A középiskolai tanuló élete 8 éven át napról napra megújuló harcbaszállás, halálos veszedelem. Minden reggel pontban 8-kor a véletlenek és ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront. Sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Minden reggel új fegyverzet és új haditerv. Furfangos és végtelenül komplikált megfontolás, amiben százféle ok és okozat kombinálódik. Az egész osztály egyetlen hullámzó rekeszizom, amit képtelen erőfeszítéssel szorít le a halálos röhögés. De nem tudhatjátok, hogy mi lakik bennem. Én is csak homályosan sejtem, sporzongva gondolok rá. Énke, szemtelen kis ember, aki független tőlem ott mászkál bennem valahol. Otthon üldögélve, de különösen az utcán ballaktomban a nevemet hallom hátam mögött. Egy nagyon halk, szinte süket hang suttogja. Fici! Mintha figyelmeztetni akarna, vagy még inkább, mintha egy szégyenlő, szegény régi ismerő szólna, aki nem mer hangosan szólni. Mintha ismerős volna a hang is. Csak nem tudom kié. De muszáj gyorsan közölni valamit velem, aztán majd eltűnik. Nekem minden percem olyan, mint nektek, ha a 6. emeletről zuhantok alá, vagy elkapott a fordulószél. Ostoba érzékenység, hogy lehetne kigyógyulni belőle? Vagy talán csak túlzott aggodalmaskodás, gyerekkorból megmaradt nátpálcától, büntetéstől való félelem? Hogy mondja Shakespeare? A gyáva ezerszer hal meg, a bátor csak egyszer. Milyen jól érzem magam, ez nem az életem itt. Ez egy délután, lehet, hogy beteg vagyok, lehet, hogy meg kell halnom, de ahhoz ennek a délutánnak semmi köze. Mint ahogy nekem se hoz az emberhez, akinek majd baja lesz belőle, hogy a világra jött. De most itthon vagyok. Megint. A jó az igazi valóságban. Az én valóságos életemben, amiből nem volt jó kimenni. Ó, itthon vagyok. Én vagyok az Karinti Frigyes a 6/B-ből, ha visszanézve mostani eszemmel gondolok ezekre a napokra, olyan furcsának és érthetetlennek látom viselkedésem, mint amilyen az első 20 éves szerelem idején lehetett. Mi órával mérjük az időt. Az óra viszont a mi önkényes időfogalmainkkal méri önmagát. Hogy 2 perc valóban abszolút értelemben is egyenlő hosszú idő. Azt soha nem fogjuk megtudni. Érdekesebb ennél, hogy az idő mozgásának irányát kivétel nélkül mindenki adottnak és változtathatatlannak képzeli. Múltból, a jelenen át, a jövő felé. Bár pontosan nem emlékszem, az a gyanúm ezen az emlékezetes délutánon is inkább gazdasági kérdések foglalkoztattak, s nem a népoktatása, ami pedig első kötelessége volna egy közírónak. Délután az egyetemtéri Centrál kávéházban uzsonnáztam, ablak melletti törzsasztalomnál, ahonnan egyrészt a könyvtárra, másrészt a bankfiókra nyílik kilátás. A bankfiókra csak annyi van kiírva, hogy anyaintézet. És én már sokszor töprentem rajta, hogy vajon a gyanútlan olvasó, főként ha erősen családias képzett körben mozog, nem érti-e félre a cégtáblát, s az intézetet nem téveszti-e össze holmi jótékonysági iskolával, ahol a legszentebb kötelessége az anyaságra nevelni fiatal leányokat. Én persze tudom, hogy nem erről van szó. Anyámat 6 éves koromban vesztettem, és a mostoha élet korán hozzászoktatott, hogy a pénzgazdaságot megkülönböztessem a 4 neveléstől. Munkás embernek rövidek a napjai, hosszú az élete. Már az iskolában tetszett nekem ez a mondás. Bár mindig éreztem, hogy merőben hamis, és ami a legnagyobb baj, hogy még fordítva sem használható. Fő az, hogy paradox, önmagának ellentmondós, ezért jó irányba keresi az igazságot, ahová tapasztalatom szerint csak ellenkező oldalról lehet eljutni. Lévén a kettős, pozitív és negatív áram harcából származó valóságnak. Annyi bizonyos, hogy ezen a 3 héten április elejéig erősen dolgoztam és szaladgáltam, de napjaim azért nem voltak rövidek. Sokat töprengtem és fecsegtem, valami nyugtalan és fárasztó élénkségbe terült rajtam. És nem hagyott békén az elintézni való. Életem folyamán ez a homályos érzés, hogy nekem valami elintézni valóm van, valamit ott felejtettem, valamiért vissza kell menni, valamit s méghozzá a legfontosabbat kihagytam, holott éppen a valamiről van szó, különben talán nem is jöttem volna a világra.
Ez a noszogató, sürgető parancs gyakran jelentkezett, de soha ilyen határozottan is makacsul. Le kellene tenned a doktorátust. Imre barátomra gondoltam, aki egyszer bevallotta, hogy viharos és kalandos életének döntő pillanataiban mindig jelentkezett benne ez a hang. Hogy talán mégis jobb lett volna annak idején letenni a doktorátust, ahogy a szülei akarták. De mit kellett nekem elintézni? A kusza sejem gubancban egy fonalat keresek, aminél fogva aztán az egész gubót le lehetne bonyolítani. Mindig azzal nyugtattam meg magam, hogy hiszen ez mindegy. Ha lánc megvan bennem, akármelyik szemét fogom meg, mindig az egész lánc megmozdul. Ezért írtam annyi rengeteg cikket is, például az egyetlen 1000 kötetes regény helyett, amit gyermekkoromban terveztem. Úgy szaladnak a napok. Cikkeimen, amiket írok, most, hogy megnézem a főkönyvben, nem látni semmit. Vagy csak erőltetve, ha utólag magyaráznám belé. Ilyen címeket találok. Turi Dönci megadja neki. Aztán gondolkodom. Nem filozofálás, kroki. Aztán 19. század. Csupa pillanatkép, semmi rezümé. Legfeljebb a köd címre gyanakodnék. De ez a 19. század folytatása. Otthon vacsorázom. Reggel, ez a különös, hogy éhgyomorra, egyszerre csak, de olyan hirtelen, mintha megcsömörlöttem volna. Émelyegni kezdek. A hányás április elején tört rám. Lehetetlen, mondom magamban, ez valami tévedés, hiszen semmi sincs a gyomromban. Igyekszem kellemes képzetekkel elnyomni a gyomor úgynevezett perisztartikus mozgását, a visszafelé fordult lüktetést, mint az álmatlanságot, de egy perc múlva már ugrom ki az ágyból, s bár még nem hiszem, hogy a gyalázat csak ugyan ki fog törni, a mosdó felé hajolva nyitott szájjal várok, államra nyálcsorog. A fürdőszoba enyhén forogni kezd, mintha részeg volnék. De nem vagyok részeg. Élesen figyelek. Csikorgó fájdalom. Bárzsingom megmoccan. Ez már öklendezés. Előre döntöm fejem. Megint abba marad. Az émelygés azonban nem múlik. Tovább kell várnom. Sokáig tart a dolog. Szerveimet képzelem magam elé, teljen az idő. Látom a gyomor lombik alakú vonalát, ahogy kínlódva vonaglik, a duodenum görcsösen összezárul, nem enged lefelé semmit, a regurgitációs epeömlés szünetel, a gyomortartalom kavarog, feszít a kóragyag, az agyva táp, csak már túl volnék rajta. És ami a legutálatosabb, azon kapom magam, hogy már megint színészkedem. Ezt már régóta figyelem magamon. Egész elméletet csináltam hozzá. Időközben egy színészi világszemlélet lehetőségének körvonalai alakultak ki. Világszemlélet és világkép, amelyben semmi sem létezik, mint olyan, minden csak szerepel, a csillagok mennyei anszamblét és az almafa almafát játszik. Mozdulataimról sokszor fedeztem fel, hogy nem eredetiek. A cigarettát úgy tartom, ahogy apám tartotta. Fejfordításom egy volt miniszterelnök mozdulatára emlékeztet, ahogy csodálkozva fordult felénk újságírók felé, mikor a karzaton egyszerre csak kiabálni kezdtünk. Csak ha egyedül vagyok, válik néha tudatossá bennem a kényszermodor. Emlékszem, mikor először ültem repülőgépen. Ócska, primitív masina volt békebeli. Mire a levegőbe emelkedtünk, abba kellett hagynom a társalgást. Vezetőm előttem ült. Senki sem látott. Zavaromban kiegyenesedtem, köhécseltem szám elé tartott tenyérrel, pedig nem is kellett. Aztán kezeimet próbáltam elhelyezni, hanyagul felraktam őket a párkányra, aztán felváltva ölembe tettem őket. Előkelően doboltam ujjaimmal, ahogy hegedűstől láttam a drámai jelenetben. Most is, a hányásra várva, szétterpesztett lábakkal kissi oldalt fordultam, mintha fontos volna, hogy a vonal jól hasson. Tenyeremet bánatosan emeltem homlokomhoz, mikor észrevettem magam a tükörben. Rögtön ezután, 3-4 lökésben kiadtam magamból a sárgás folyadékot. Dühösen és jajgatva, mintha valamennyi zsigeremtől akarni megszabadulni egyszer s mindenkorra. Miért még folyton jobb felé? Hogy jobb felé? Folyton jobb felé tartasz. Egyszer neki fogsz menni a falnak.
Este, amikor elégedett sóhajjal kinyitottam a könyvemet, többszöri szemdörzsölés és szemüveg pucolás után végre tudomásul kellett vennem, hogy már nem látom jól ezeket a nagy betűket. Új szemüvegkel bólintottam rezignáltan, majd holnap bemegyek a klinikára. Nem mentem be. A MÁV-hoz kellett sietnem jegyért, ugyanis a feleségemtől levél jött, panaszkodott. Látni akarja Cinit, ha vasárnapra nem hozom fel Bécsbe, abba hagyja az egész stúdiumot. Levele végén szemrehányást tett, na, mi ütött magába? Nem tudom elolvasni valami? Az írását, csupa kriksz-kraksz, és lefele tartanak a sorok. Magának megváltozott a manuszkriptuma. Hogy adj egy jelet, csak őszinte legyen, ordíts hát fel végén. Lihegve támaszkodom egy hirdető osztoknak. Nagyokat, szabályosokat lélegzem, szűkölve magamban, hogy el kell kerülnem az ájulást. Undorodom a nyilvános hát meg az utcaszerepéstől. Mikor roham csak ugyanel, hanem akkor is, ha utoljára sétálunk végig. Inke mozgolódik és kérdez. Utazás előtt, hogy kivándoroljunk soha vissza nem térésre. De én nem ordítok fel. Ballagva megyek tovább. Tűnődve nézem a feliratokat. Az ismerős kirakatok olyan fájdalmasan újak, és az egész, mintha szűkebbre, kisebbre zsugorodott volna. Mint mikor gyerekkori házunkat pillantjuk meg, és az udvart és a kertet, és csodálkozunk, mert nagyoknak és pompásaknak hittük. És mikor visszatérünk felnőtt életünkbe, nem az fáj, hogy olyan szép és hatalmas volt, amit elvesztettünk, hanem az, hogy olyan kicsi és értéktelen volt a gyerekkor, amiből táplálkoztunk egy életen át. Mi van itt? Miért olyan esetleges, valószínűtlen minden? Házak és boltok. Hiszen ezerszer láttam őket, nem is ezerszer, 5000-szer. Hiszen éppen ez az. Mi lehet a bajom? Vese izé, vagy micsoda? De hogy is, hová gondolok? Idegfájdalom. Mi ez? A hang? Erőszakos, lármás, követelőző hang. Vonaldübörgés. Olyan erős, hogy elnyomja a valódi neszeket. A pincér mond valamit. Nem hallom. Siába. A hangnak nem látom a forrását. Ez bizony nem a külvilágból származik. Állapítom meg csodálkozva. De hát akkor... Akkor... Odabent keletkezett a fejemben. Mivel semmi más tünetet nem érzek, csöppet se találom ijesztőnek, csak nagyon különösnek és szokatlannak. Megállapítom, hogy halucinálok, de nem lehetek őrült. Teszem hozzá rögtön. Mert hiszen akkor... Akkor... Ezt nem tudnám megállapítani. Valami más baj van.